Egyelőre nehezen tud mit kezdeni a francia kormány a nyugdíjreform elleni tiltakozások folytatódásával. A kabinet arra számított, hogy ha a parlamentet megkerülve Emmanuel Macron elnökön keresztül áterültetik, és késztényé válik a tervezet, már nem lesz mi ellen tiltakozni. Nem így történt, a szakszervezetek és a demonstrálók kitartanak céljaik mellett. A legnagyobb francia szakszervezet, a CFDT főtitkára szerint az egyeztetések folytatásához elengedhetetlen, hogy érvényét veszítse a 64 éves nyugdíjkorhatár bevezetése. Ezután lehet megvitatni a nyugdíjrendszert és a szociális kompromisszumokat. Kedden nem csak Párizsban, hanem több francia nagyvárosban folytatódtak a tiltakozások. A szakszervezetek már a parlament megkerülésekor meghirdették a keddi akciónapot, és további tiltakozásokat ígérnek. Közúti, vasúti és kikötői lezárásokkal, illetve munkabeszüntetésekkel készek többször megbénítani az országot.